Térségünk egyik legnagyobb májusi programja a Turkevei Juhász Fesztivál. Mi az, amit ebben az évben megtalálhatunk, akár újításként, akár állandó kedvelt programként Turkevén? Nagy szeretettel köszöntöm a Pont televízió nézőit és a Pont rádió hallgatóit. Örülök, hogy ismét beszámolhatok arról, hogy Turkevén mivel készülünk a 17. Kevi Juhász Fesztiválon. Ahogy említetted, valóban az állandóság nagyon fontos számunkra, ami a hagyományőrzésben, hagyományápolásban jelenik meg. Úgy gondoltuk, hogy a hagyományok közül néhányat szeretnénk bemutatni, amit eddig még nem. Ilyen például a juh gomolya készítése mind a két napon 11 órakor a juhnyírás mellett. Akit érdekel, hogy hogy készül sajt, gomolya, orda, azokat nagy szeretettel várjuk. Ezen kívül lesz egy nagyon különleges hagyományőrző kiállítás is a főtéren, a Petőfi iskolával szemben, ahol egy igazi juhászemberke, Dani Jani bácsi, aki sajtkészítéssel is foglalkozik, nagyon különleges kiállítást hoz nekünk. Ezen kívül természetesen juhnyíró bemutató, kézi és gépi nyírás. Ebben az évben nem kosfogatunk lesz, hanem a kecskék is bebizonyítják, hogy befoghatók, és kisgyerekeket akár tudnak is vinni, tehát a szakmai látványos programok szépen alakulnak, lesz most mind a két napon nagy nyáson sült bárány, amit meg is lehet kóstolni, tehát azt gondolom a több száz bográcsos étel, kevés birkapörkölt, kunsági birkapörkölt, új versenyszámot hirdettünk a jó és bárányhúsból készült ételeknek a kategóriáját, ahol grillezni, főzni, bármit lehet, lényeg az, hogy a juhhoz és bárányhoz kapcsolódjon, tehát azt gondoljuk, hogy szakmailag is próbálunk újat mutatni az érdeklődőknek. Ez egy tradicionális program, minden évben megvannak az állandó alapok természetesen, amire ráépülnek ezek az újdonságok, de talán beszéljünk most az állandó dolgokról is azon nézőink kedvéért, akik még nem látogattak el Turkevére a Juhász Fesztiválra. Hogyan érkezhetnek meg, hol lesz a rendezvény, hol vannak a kiállítók, hol lehet a szakmai programokon részt venni, és hol lehet a gasztronómiába elmerülni egy kicsit. A rendezvényünk a város központjában található, a Petőfi tér, Piac tér, Liget a fő helyszín. A városban eligazító táblák fogják majd segíteni a hozzánk először érkezőket, akik már többször jártak, ők tudják, hogy a református templom tornyát kell követni, hiszen a templom tövében kezdődik gyakorlatilag a népművészeti rész. A parkolás kapcsán majd egy kis megértést fogunk kérni, mert a rendezvénytől lehet, hogy lesz, aki távolabb tud parkolni, de Turkevén nincsenek távolságok, így gyalog, bárhonnan kényelmesen megközelíthető lesz a rendezvényünk. A Petőfi teret említettem, ahol nagyon színvonalas kézműves vásározók, kézműves bemutatók várják az érdeklődőket, és ugyancsak a főtéren van a juhnyírás, mint különleges látványosság. Ebben az évben két színpadunk lesz. A fesztivál színpad is a főtér közelében helyezkedik el, ahol a népművészeti és populáris programokat hallgathatják, nézhetik az érdeklődők. A másik fontos területünk a piactér, ahol a főzőversenyeket rendezzük meg mind a két napon 8 órától 12 óráig. A versenykiírásban, ami a www.kevijuhászfesztivál.com honlapon megtalálható, ott részletesen le van írva, hogy milyen feltételeknek kell megfelelni, és az ételeknek fél 12-re kell elkészülni, a zsűrizendő ételek
ügyfeleknek, hiszen mind a két napon 14:30-kor lesz a fesztivál színpadon az eredményhirdetés. Az évek azt bizonyítják, hogy ez a gasztronómiai program egyre népszerűbb, egyre különlegesebb ételek készülnek, és aminek én nagyon-nagyon örülök, hogy egyre fiatalabbak öltöznek népi ruhába, és gyakorlatilag remek közösségépítő program is ez, hiszen egyre többen úgy jelentkeznek, hogy csapatokban szeretnének főzni, és úgy gondolom, hogy ez óriási dolog, hogy ilyen sokan fontosnak tartják, hiszen amikor eredményt hirdettünk az előző években, ilyen összesített számokat tudtam mondani, hogy több mint 250 bográcsban főtt az étel két nap alatt. És ez nagyon fontos véleményem szerint, és az is, hogy egyre többen nem csak a kevi birkapörköltet, meg a kunsági birkapörköltet, vagy más néven a karcagi birkapörköltet főzik meg, hanem egy jó kísérletezés is ez, hogy milyen leves lehet főzni bográcsban, vagy éppen pacalt, vagy töltött káposztát, amikre mi egyszerű háziasszonyok nem is gondolunk, hogy ezt nagy közönség előtt kint a helyszínen is meg lehessen próbálni. És akkor a harmadik helyszínünk a Liget, ami ebben az évben egy újdonságot is fog magába foglalni. Liget színpadot fogunk ott működtetni. Több éve volt a fiatalok óhaja kérése, hogy a fesztivál színpadon ők úgy érezték, hogy a programok nem elsősorban a fiataloknak szóló programok. Most úgy gondoltuk, hogy szerintünk a fesztivál színpadon is vannak fiataloknak szóló program, de más műfaji lehetőségeket is tudunk kínálni. A hip-hop és reggae és blues és sok-sok műfaji különlegesség. Én itt is nagyon ajánlom az érdeklődők figyelmébe a www.kevijuhászfesztivál.com honlapot, hiszen ott részletesen lehet tájékozódni a programokról, és én úgy gondolom, hogy korosztálytól függetlenül bárki eljön Turkevére, meg fogja találni a neki való programot, és én nagyon bízom benne, hogy csodás napsütéses időben, mint ahogy lenni szokott, családi, baráti, nagyon kellemes szabadtéri programot tudunk az érdeklődőknek nyújtani, és érdemes lesz Turkevére eljönni. Hogyha megnézzük a Turkevére látogatókat ebben az időszakban, akkor vannak visszatérő vendégek, vagy mindig lehet újabb és újabb vendégeket találni? Így van, szerencsére a fesztivál népszerűsége folyamatosan nő, hiszen akik ellátogatnak hozzánk vidékről, ők következő évben hozzák a barátaikat, rokonaikat. Én azt szoktam mondani, hogy Turkevén ez egy népünnepély lett. Nagyon érdekes, hogy a családi és baráti találkozók helyszíne lesz ilyenkor a városunk. Többen úgy egyeztetnek, hogy ekkorra jöjjenek Turkevére, mert nagyon érdemes eljönni Turkevére, és én nagyon örülök a új kommunikációs lehetőségnek is, hiszen a Facebookos kampány, meg az internetes kampány a mai modern világban még inkább lehetővé teszi, hogy egyre szélesebb érdeklődő körhöz eljuttathassuk a programunkat, és én bízom benne, hogy újabbnál újabb emberek is érkeznek hozzánk. Ha az én személyes élményeimet nézem, akkor megérkezek Turkeve egyik központi helyére, és ott kifejezetten nívós kézművesekkel találkozhatom, tehát olyan válogatott árusokkal, úgy népművészeti szempontból, mint akár bőrdíszműves, vagy akár a szörme készítők szempontjából. Ebben lesznek-e változások, vagy ebben az évben is ugyanez a minőségi kör fog eljönni a fesztiválra? Örömmel mondhatom, hogy ez a minőségi kör fog eljönni a fesztiválra. Nagy boldogság, hogy a jelentkezések a népművészekkel kezdődtek, és úgy jelentkeznek be, hogy kedves, mehetnék máshová is, de én nagyon jól érzem magam Turkevén, hogy ide szeretnék jönni, és én nagyon büszke vagyok arra, amikor a budai kézművesek vásárához, vagy a kapolcsi művészek völgyéhez hasonlítják a mi rendezvényünket. Most már nem
nem nekünk kell válogatnunk, hanem bennünket keresnek a minőségi árusok, és én azt gondolom, hogy ez óriási eredmény. Gasztronómia terén beszéltünk bárány, birka ételekről és akár kecske ételekről is, de hogyha valaki nem annyira szereti mondjuk ezeket a tradicionális ételeket, akkor tud-e mást kóstolni, fogyasztani? Természetesen, mint ahogy a programoknál is említettem a sokszínűséget, ez a kiszolgálásra is jellemző. Laci konyha és minden olyan szabadtéri vendéglátáshoz tartozó ételek, italok megtalálhatók lesznek, ami kicsiktől nagyokig minden igényt megpróbál kielégíteni. És hát egy jó birkapörkölt elé kell egy jó kevi pálinka, lesz erre lehetőség? Én úgy gondolom, hogy igen, ugyanis a helyi vendéglátósaink is mindig nagy szeretettel készülnek erre a rendezvényre, így természetesen nem maradhat el a Kevi Juhász Fesztiválnál a kevi pálinka. A borról nem mondhatom el, hogy kevi bor, de nagyon jó minőségi borosok is érkeznek hozzánk, így összeállt a csapat, aki nagyon készül arra, hogy május 16-án, 17-én minőségben, színvonalasan, nagyon kellemes élményeket, minőségi szolgáltatást tudjunk nyújtani. Akkor most nevesítsük a május 16-ától kezdődően a programokat, a fellépőket és a területeket, ahol megtalálhatjuk ezeket a programokat. Azt gondolom, hogy legelőször a főzők kezdik meg a tevékenységüket, hiszen a főzőverseny 7:30-tól kezdődik, és 12:30-re el kell készülni az ételeknek, hogy a zsűri elkezdhesse a munkáját, és ahhoz, hogy elkészüljön egy bográcsos étel, sok óra hosszára van szükség, így hajnalban ők már a piacteret kezdik elfoglalni. Ugyancsak korán érkeznek hozzánk a kézművesek és egyéb vásározók, hogy 9 órára teljes díszben, rendben várhassák az ide érkező érdeklődőket. 10 órakor kezdődik az ünnepélyes megnyitó a fesztivál színpadon, de aki úgy gondolja, hogy ülőhelyet szeretne, nyugodtan jöhet korábban, hiszen látnivaló már lesz bőven a főtéren, végig tud sétálni az árusok között, és megnézheti, hogy az ételek főzés közben, hogy hogyan alakulnak, milyen biztató képet mutatnak. A megnyitó, a népies megnyitó után 12:30-kor a Vadászpárt kiállító teremben Cserép Varázs címmel kiállítás megnyitó lesz. Ez évek óta hagyomány, hogy a Finta Múzeum Vadászpárt kiállító termében témához illő kiállítást nyit meg ilyenkor az intézményi. Nagy szeretettel várjuk az érdeklődőket. A református templomot mondtam már korábban, mint egy irányvonalat. A Vadászpárt kiállító terem ugyanazon az utcán van, a fesztivál kaputól 20 méterre, így könnyen oda lehet jutni. Nem múlhat el Juhász Fesztivál Nóta műsor nélkül, még azt mondják, Turkevibe címmel lesz szombaton a Nóta műsorunk, ahol Madarász Katalin, Fényes György Nóta énekesek fognak fellépni, és Szalai Antal és Népi Zenekara kíséri őket, ők már hazajáró vendégek Turkevére, és Farkas Rozika lesz a háziasszony. Ezen a napon két szakmai konferencia is várja az érdeklődőket. A szokásos, vagy hagyományosnak mondható juhászati szakmai konferencia 9 órakor kezdődik a Városháza dísztermében, és most egy másik témakörben a faiparhoz kapcsolódóan is otthont ad Turkeve egy szakmai konferenciának, ugyancsak a Városháza dísztermében. Ez a szakmai konferencia 14 órakor kezdődik. 14:30-kor fog kiderülni, hogy a szombati főzőversenyen kik voltak a legügyesebbek. Egy-egy kategóriában 3-3 versenyző fog díjat kapni, és nagyon remélem, hogy nagyon sok elégedett és boldog ember lesz, aki a zsűri eredményével egyet fog érteni. Ezután 16 órakor a fesztivál színpadon a Karaván Família Cigány Világzene Határok Nélkül programmal várjuk az érdeklődőket. Őket követi a Cimbali Band
együttes, akik Vidám Park címmel fognak koncertet adni. Ahogy említettem a beszélgetésünk elején, hogy a hagyományápolás, hagyományőrzés nagyon fontos számunkra, ezért tartjuk fontosnak, hogy sokféle népies műfajt megszólaltassunk. Azt is tudjuk azonban, hogy miután népünnepéről beszélünk, különböző korosztályról beszélünk, az esti órákban a népies műsorok után populáris műfajokba is utazunk, és úgy gondoljuk, hogy ebben az évben hungarikum műfajokat is bemutatunk. A nótát már említettem, az is egy hungarikum, a magyar nóta, és fél hétkor egy újabb hungarikum programmal várjuk az érdeklődőket, operett kedvelőket, operett szerelmeseket fogadja a fesztivál színpad. Ezután, mikor már sötétedik, 49 tájban a Lobbanáspont Tűzzsonglőr produkció kápráztat el bennünket a Balázs Pali élő koncertja előtt, ugyanis 2015-ben Balázs Pali televízióban látható fehér zongorás, kivetítős, igazi nagy élő sója érkezik Turkevére, így nagy szeretettel várjuk azokat az érdeklődőket, akik eddig csak tévéből láthatták ezt a produkciót. Fél 11 tájban tűzi játék, és utána egy turkevei együttessel a Project 4.1 zenekarral utcabál hajnali 2 óráig. És az újdonságok között beszéltünk a Liget színpadról, és akkor engedjék meg a kedves tévénézők, rádióhallgatók, hogy a szombati nap Liget színpadi programját is ismertessem, ugyanis a főző hely mellett, a piasztér mellett található a Liget, így evés közben is át lehet hallgatni a szomszédba. Déli muzsika szól Kurucz Dániellel, ahol Piroska Szintia énekkel közreműködik, valamint a karcagi roma táncosok fellépése lesz ott. Majd az eredményhirdetés után kezdődik a koncertek sorozata. Egy turkevei együttes kezdi ezt a sort. Szombaton 3:30 a Dream Combination együttes látható, hallható, majd egy újabb fiatal, feltörekvő csapat érkezik Turkevére, az Edda Tribute zenekar, aki nagyon készül arra, hogy Turkevén bemutatkozhasson. Utána egy igazi zenei csemege, zenei különlegesség lesz látható a színpadon. Euro-African Polygrand együttes koncertje, 9 zenész, köztük egy igazi afrikai virtussal megáldott fiatalember, nagyon különleges ütős hangszeren játszik, véleményem szerint nagyon egyedi, különleges, így nagyon ajánlom azoknak, akik szeretik a zenei csemegéket. És a szombati napot a Liget színpadon a Crème de la Pop zenekar fogja zárni, és utána két színpad egyszerre végez, és utána jön a tűzijáték, a szombati nap fénypontja az egyik támogatónk felajánlásával, mint ahogy ez évek óta szokott lenni. És hajnalban, hazamenvén, rövid pihenés után vasárnap folytatódik a program. A főzőverseny ugyanúgy 19:30 indul, hogy 12:30-re vasárnap is elkészülhessenek a finomabbnál finomabb ételek. Az árusaink is ugyanúgy hajnalban készen állnak az újabb berendezkedésre, hogy 9:00-ra szép legyen az ő standjuk, és kívánatosak legyenek a termékek. Utána 21:30 indul a program a fesztivál színpadon, Kicsi vagyok, székre állok, zenés-táncos műsor turkevei gyerekekkel, ahol az Egressy Béni Zeneiskola, Alapfokú Művészeti Iskola növendékei, a Korda Vince Alapfokú Művészetoktatás Intézmény diákjai lépnek színpadra, valamint a Kis Tücsök Néptánc csoport és a Turkevei Mazsoret csoport műsora, valamint az ovisok már kicsikorúban úgy hozzászoknak a színpadhoz, hogy nélkülük nem is indulhatna el ez a gyerek program, tehát az aprók táncát az ovisokkal is lehet látni. 11-től 12 óráig pedig juhászkutyák ugatnak, na nem szó szerint,
hanem csak pásztordalok formájában, ahol egy újabb hungarikum lesz hallható, a Tárogató Muzsika, Nagy István közleműködésével, Madarász Károly népdalkör, Pengetőszitarások, Vadvirág népdalkör, Balla Tibor, Tekerő Lanton és Angyal Ferenc citerán fogja szórakoztatni a nagy érdemű közönséget. Vasárnap sem lehet, úgy gondoljuk, az elmúlt évek hagyományaihoz képest nóta nélkül hagyni a Juhász Fesztivált. A keviek és az ideérkező vendégek megszokták, hogy délidőben igazi népzene mellett vagy cigányzene mellett ebédelhetnek, vagy ezt láthatják, hallhatják a színpadon. Mága Ernő zenekarra fogja szolgáltatni a zenét, és Petrócki Csaba nótaénekes fog fellépni, valamint a Túrkevei Ifjú Tehetségek Társulata. Ezen a nóta műsoron is Farkas Rozika lesz a háziasszonya a rendezvénynek. 13:30-kor a Szeredás Népzenei Együttes Csiribiri Komédiák gyermekműsorral várja a gyermekeket és a szülőket a színpadhoz. Egy nagyon hangulatos népzenei programot tudok ajánlani a gyerekeknek, gyerekes szülőknek. 14:30-kor ismét izgalmas pillanatok, hiszen a főzőverseny eredményhirdetése vasárnap is megmutatja, hogy a zsűri kit tartott vasárnap a legjobb zsűri vagy dobogós helyezett főzőknek, majd az eredményhirdetés után 15:30-kor Szomszédolás címmel indul néptánc gála, ahová Fegyvernekről az Annaházi Tánccsoport érkezik, a Koda Vinc Alapfokú Művészeti Iskola néptánc csoportja Kenderesről és Túrkevéről érkező diákokkal mutatja be műsorát, majd a Miklós néptánc csoport következik. A népi után ismét váltunk populárisra, és vasárnap 17 órától Gájer Bálintnak a műsorát hallgathatjuk a Dal című műsorból, a tévéből is sokan ismerhetik, ő a Swing hercege, és megtisztelt bennünket, hogy eljön Túrkevére, és egy szenzációs, hangulatos műsort mutat be nekünk. Majd 18:30-kor ugyancsak Túrkevén még nem járt zenekar, 3+2 mulatós zenekar jön Túrkevére, és megnézzük, hogy mennyire emlékeznek még az emberek a évekig hallható kombiné, csipkés kombiné című nótára, és a nagy színpadon egy 45 éve születésnapját ünneplő, igen híres, neves együttessel zárjuk a programot, az Apostol együttes koncertjével. És a hosszú fesztivál színpadi felsorolással még nem ért véget a programajánló, hiszen a Liget színpadon is lesznek vasárnap is programok. Délben Déli Muzsika Lepnyák Viktorral, a főzőverseny eredményhirdetése után jönnek ismét a koncertek, a Doors Tribute Band együttes fog 3 órakor zenélni, a Sick Transit Folk műhely, akik népies rockot mutatnak be, nagyon hangulatos feldolgozásban, 4 órakor várják az érdeklődőket, 18:00-kor a Deniz koncert lesz, 19:00-kor a Subbass Monster együttes koncertje, és vasárnap este 8:00-kor a Hősök együttes élő koncertjével zárjuk a Liget színpadon a zenei programokat, és miután több helyszínről beszéltünk, nem csak a színpadon zajlanak események, hanem a konferenciák és kiállítások mellett még a Juhász Kunyhó környékén népzenét lehet hallgatni. Ott lesz a Gomolya bemutató, mind a Gomolya készítés bemutatója mind a két napon 11 órakor. Aztán a Ligetben a népi hangulat is megjelenik. Az évek óta visszajárók tudják, hogy a NIMFEA, a Természetvédelmi Egyesület minden évben részese, közleműködője a fesztiválunknak, és most is beszéltük éppen, hogy majd egyességet kötünk a birkákkal és a színpadon fellépőkkel, hogy békésen megférjenek egymás mellett, hiszen NIMFEA udvar mellett ők bojtárolimpiát, hagyományőrző programokat és állatsimogató programokat
programokat kínálnak, ezen kívül lesz népi játszóház, vidámpark, és még sok-sok meglepetés, így én úgy gondolom, hogy érdemes lesz ellátogatni május 16-án, 17-én Turkevére, hiszen sokféle programmal, sokféle különlegességgel szeretnénk bemutatni a Turkevére érkezőknek, hogy ebbe az alföldi kisvárosba érdemes eljönni erre a fesztiválra, de nem csak erre, hanem máskor is, és én javaslom, hogy fürdőruhát is tegyenek el, hiszen a fesztivál rendezvény helyszínéhez nagyon közel van a Turkevei Gyógy és Élmény fürdő, ahol a fesztiváli fáradtságot ki lehet pihenni, és tavaly ősz óta fedett fürdőrészleggel várjuk a családokat, tehát időjárástól függetlenül ott lehet lazítani, hogyha a vásári forgatag, a sok zene már egy kicsit elfárasztotta az érdeklődőket, így én javaslom, hogy készüljenek, látogassanak el hozzánk, és én nagyon remélem, hogy emlékezetes hétvégét tudnak itt tölteni nálunk. Ebben biztos vagyok, hiszen az elmúlt évtizedek alatt már megtanulhattuk, hogy ez egy kiváló májusi program, tehát akkor két színpadon folyik tovább a Juhász Fesztivál, több száz bográcsban fog főni, akár birka, akár kecske, akár más ételek, főzőversenyekről tudhattunk, szakmai programokról, Finta Múzeumban, időközi kiállításról, nem különben tűzi játékról és rengeteg fellépőről. De mindemellett a programba bekapcsolódott ebben az évben a református templom is. Így van, illetve egészen pontosan már az elmúlt években is helyt adott a véradásnak a református templom egyházközség lelkész hivatala, így lesz ez ebben az évben is, de 2015-ben lehetőség lesz a református templom meglátogatására, vezetéssel, és érdekes, különleges építészeti hírekről lehet ott érdekességekről hallani, és még egy programmal készül a református egyházközség, mégpedig 13 óra 30-kor háborús életképek, kiállítás megnyitó az első és második világháború tárgyi emlékeiből a református templom galériájában várja az érdeklődőket. Nagyon szépen köszönjük ezt a mindenre kiterjedő tájékoztatást. Hol lehet érdeklődni, hogyha valaki szeretne eljönni a fesztiválra, milyen honlapokon, milyen elérhetőségekkel? Hát, ahogy említettem már korábban is, a www.kevijuhászfesztivál.com honlap a biztos támpont, ezen kívül a művelődési házban és a polgármesteri hivatalban lehet érdeklődni a részletekről.